énekelve vonultak népviseletbe öltözött lányok ezen a felvételen. Régen többek között így, táncolva, úgynevezett pünkösdi királyné járással ünnepelték a pünkösdöt. Ilyenkor termékenység varázsló mondogákat is mondtak. A pünkösdhöz egyéb népszokások, hiedelmek kapcsolódtak. A legismertebb ezek közül az előbb említetten túl a pünkösdi király és királyné választás volt. Ez hatalmas előnyt jelentett. A pünkösdi király egy évig mindenféle lakodalomra, mulatságra hivatalos volt. A kocsmában ingyen ihatott. A lovát legénytársai gondozták. Kisebb vétségek elkövetése felett pedig szemet hunytak a közösség tagjai. Ezen túl pünköstkor egyéb mulatságokat, szertartásokat is tartottak az emberek. Zöldánkordás, páncmulatságok, különböző tavaszi játékok, párválasztó, udvardozogások, nem véletlen, hisz a sárközben például ezt az időszakot a húsvét és a pünkös közti időszakot zöld farsangnak is nevezték, ugye, ami a farsangot a megismerkedésnek a fiatalok párválasztásának időszaka. Régen nem csak május 1-én, hanem pünköstkor is állítottak májusfát, ami a zöldelő ághoz hasonlóan a természet állandó megújulását szimbolizálja, valamint az udvarlás szándékának is kifejezője volt. A Tolna megyei német nemzetiségnél azonban egy egészen szokatlan családi tradíció terjedt el. A pünkösdi lustálkodónak, vagy a pünkösdi lustának a megjelölése családon belül, ez azt jelentette, hogy aki a családban legkésőbb kel föl pünkösdkor, általában valamelyik gyerekről van szó természetesen, ezt nevezték ugye pünkösdi lustának, és ez rajta maradt a következő esztendőig ez a kifejezés. A pünkösd eredetileg egy vallásos ünnep, ami a húsvét után az 50. napon kezdődik, de nem sok mozzanat fedezhető fel a zsidó kultúrkörből átvett eredetéből, mondta Csapai János, múzeológus, néprajzkutató. Az ünnepeink közül ugye a pünkösd az az ünnep, ami érdekes módon ugye a keresztény ünnep, az egyházi ünnepeknek, vagy fő egyházi ünnepek sorába tartozik, ugye karácsony, húsvét után a pünkösd a harmadik fő ünnep. Viszont a pünkösdi hagyományok kötődnek a legkevésbé a Bibliában leírt eseményekhez. A pünkösd 2020-ban május végére esik. Pünkösd vasárnap május 31-én, pünkösd hétfő pedig június 1-én van.